Jogalap nélküli látszatbizottságnak tartja Kövér László az ellenzéki pártok által felállított Covid-vizsgáló bizottságot. A házelnök Szabó Tímeának küldött levelében azt is írja, a bizottság ténykedése alkalmas arra, hogy megtévessze a nyilvánosságot, ezért fejezzék be gyorsan. A stúdióban Szabó Tímea. A Párbeszéd társelnöke, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ön kapta ezt a levelet Kövér Lászlótól? Tehát ezt a házelnök önnek címezte? Igen, igen, nekem, mint frakcióvezetőnek, mint utóbb kiderült, egyébként más frakcióvezetők is kaptak hasonló levelet. Miért döntött úgy, hogy ezt nyilvánosságra hozza? Mert azt gondolom, hogy derüljön fény arra, hogy Kövér László és a kormány tulajdonképpen fél ettől az ellenzéki vizsgálóbizottságtól. Nekem van egy olyan halvány gyanúm, hogy esetleg azt gondolták, hogy jó, hát ott hadd játszanak, majd úgyse figyel rájuk senki, meg már az emberek unják ezt az egész járványtémát. Aztán észrevették azt, hogy egyrészt ide nagyon komoly és független szakemberek látogattak el, és osztották meg az aggályaikat. Másrésztről, hogy erre azért úgy figyelnek az emberek, és olyan új információkat tudunk a nyilvánosságba bevinni, amiket a kormány szándékosan eltitkolt, vagy egyszerűen az ő teszettosztaságuk és a káosz kormányzás miatt erre eddig nem derült fény. Ön azért nem úgy fogalmazott, hogy Kövér László fél, hanem hogy Kövér László fenyeget. De hol van ebben a fenyegetés? Ő tulajdonképpen felhívta a figyelmet arra, hogy mi az, amit ez a bizottság megtehet, és mi az, amit nem tehetne. Hát szerintem mind a kettő csinálhatott, félt is, meg fenyegetett, és mind a kettő szerepelt az én Facebook posztomban. Én azt gondolom, hogy alapvetően félnek, azért akarják ezt betiltani, de ezt úgy akarják elérni, hogy fenyegetnek. Ugye a Kövér Lászlónak az volt az érvelése, hogy mi nem használhatjuk azt, hogy országgyűlési vagy parlamenti vizsgálóbizottság, mert nem vagyunk azok, ugye ezt hivatalosan nem szavazta meg a parlament. Csak hogy a mi nevünkben nincs benne sem az, hogy parlamenti vizsgálóbizottság, sem az, hogy országgyűlési vizsgálóbizottság. Ennek az a neve, hogy COVID-2021 vizsgáló bizottság, és én ugye hát be is tettem a válaszlevelembe is Kövér Lászlónak azt, a házszabályból azt a passzust, amelyik egyébként megengedi azt, hogy bármilyen csoportot alakítsanak a parlament képviselői, és annak a csoportnak a keretében gyakorlatilag a képviselői tevékenységüknek megfelelően, vagy a munkájuknak megfelelően ők együtt dolgozzanak, és mi pontosan ezt tesszük. Mit gondol arról, hogy mi lehetett Kövér László célja ezzel a levéllel? Miért írta ő ezt meg? Én nem tudom, megint volt egy házmester úrnak sokszor vannak agymenései, ő ritkán tudja az indulatait féken tartani, és szerintem egyébként ezzel tett egy nagy szívességet ennek a vizsgálóbizottságnak, mert lehet, hogy egy idő után mondjuk már úgy lankadt volna a figyelem, de most ő elérte, hogy újra mindenki erre figyelje, mert hogy a kormány fél, akkor valami takargatni valójában. Lehet, hogy a hatás valóban ez volt, de hogy az ő célja az ez lett volna, azt alig hiszem. Szerintem az a célja, hogy ezt ténylegesen ellehetetlenítse, és azt akarja, ellehetetleníteni, mert lehetetleníteni ezzel nem tudja. De hitelteleníteni talán igen. Tehát, hogy azt mondja, hogy hát ezek itt bizottságosdít játszanak, de lássuk be, hát ez egy komolytalan bizottság, igazából semmire jogkörük, semmire hatáskörük nincsen, hitelteleníteni próbálhatja. Hát egy olyan bizottságot hitelteleníteni, amelyik előtt már megjelent mondjuk az állami tiszti főorvosi hivatal járványügyi főosztályának a vezetője, vagy egy olyan mindenki által elismert, ugye Ócsai Lajosról van szó, vagy egy olyan közgazdász, aki szintén végig elemezte a kormány költéseit az egész veszélyhelyzet alatt, és hogy mire költött ezt, ugye Várhegyi Éva, vagy éppen a vendéglátósoknak az a képviselője, Csörgis Mátyás, aki ugye az éjszakai szórakozó helyeknek az egyik képviselője, akik azért, vagy mondjuk Sós Adrián, ugye a független egészségügyi szakszervezetnek. Szóval ezeket azért úgy lekomolytalanozni nem tudja olyan könnyen Kövér László, és szerintem pontosan ezért ijedtek meg azért is, mert tudják, hogy a következő most pénteki ülésre Karácsony Gergely fog eljönni, aki be fog számolni arról, hogy mit tett Budapesttel, Budapest kifosztásával a kormány, hogy nem segített, nem hogy nem segített, hanem gátolta a járvány elleni védekezést a fővárosban, illetve jönnek vidéki polgármesterek is. Számítanak mondjuk a főpolgármestertől bármilyen olyan új információra, amit eddig még nem mondott volna el? Szerintem ez lehet. Azért, mert a főpolgármesternek ugye nem az az elsődleges feladata a munkája során, hogy mondjuk előadásokat tartson a járvány elleni védekezésről, hanem az, hogy végezze a munkáját. Nekünk viszont vizsgálóbizottságként az a feladatunk, hogy új információkat szerezünk, mint például ugye kiderült Sós Adriánának az előadásából az, hogy
95%-a az egészségügyi dolgozóknak elégedetlen a fizetésével. Hát akkor milyen béremelésről volt itt szó az elmúlt időben? Kiderült az is, ugye én a Margit kórház ügyében kezdtem vizsgálódni olyan szempontból, hogy ott megígérték például, hogy plusz 150%-os úgynevezett ilyen COVID plusz juttatást adnak az ápolóknak, amit nem kaptak meg csak az első hónapban, utána azt mondták, hogy elfogyott a pénz. Utána az én megkeresésemre sajtónak is és nekem is azt válaszolták, hogy hát ők azt előre kifizették, aztán előre 3 hónapra. De most ilyet, és akkor megkérdeztem Sós Adriánát, hogy például, hogy ez mennyire életszerű, hogy egy kórház, bármelyik egészségügyi intézmény előre 3 hónapra fizet az ápolóknak bármilyen bért. Ő megerősítette azt a gyanúmat, hogy ez teljesen életszerűtlen. Szóval ezek azért nagyon fontos dolgok, hogy a kormány becsapja az embereket, nem szolgáltatja az információt. De mondok egy másik nagyon fontos információt, amit Ócsai Lajostól tudtunk meg, ugye oltás káosz van az országban. Ne, az idősek nem kapják meg, miközben elkezdték már a fiatalabbakat oltani. Nekem olyan ismerőseim kapják meg az oltást, akinek sem, ugye 50 alattiak, semmilyen alapbetegségük nincsen. Volt, aki úgy kapott behívót, hogy nem is regisztrált. Nem is regisztráltak, miközben mondjuk az én rokonságomban is van olyan 70 fölötti krónikus beteg, akinek se kép, se hang. Szerintem ezt a legtöbb nincsen. Család tudja. Ez azt jelenti, hogy nincsen oltás. Na és mit mondott erre Ócsai Lajos? Hát az, hogy, mert ugye tudjuk, hogy ez abból fakad, hogy nincsen egy normális oltási terv. Nem csináltak. Miközben kiderült, hogy 2009-ben ugye a H1N1 vírus kapcsán már készült egy 70 oldalas oltási terv az ANTS-ben, amit Ócsai Lajos elmondása szerint igazából csak egy picit kellett volna módosítani, hiszen pont abban benne volt, hogy milyen sorrendben kik kapjanak oltást, sorrend, oltópontok, kik adják, hogyan jusson el az oltóanyag egyik pontból a másikba. Tehát igazából az, hogy ez is tulajdonképpen csak a vakcina a változó ebben az egyenletben. Igen, tehát készen volt már egy 70 oldalas dokumentum, amiben bele sem nézett a kormány, inkább hagyja ezt a káoszt. Tehát nagyon sok olyan információ derül itt ki, amiből, hogyha végén ez összeáll egy jelentésig, akkor az a kormánynak van szégyen. Mikor készült ez az oltási terv? 2009-ben. 2009-ben, jó, akkor még nem Orbán kormány volt, de hát azért nem gondolom, hogy a tisztiorvosi szolgálatnak a 100%-a lecserélődött. Tehát csak volt egy ember, aki feltette volna a kezét, és azt mondta, hogy hát kedves barátaim, kollégák, itt van a szekrényben, tehát mindjárt előveszem. Szóval, hogy azt el tudja képzelni, hogy a kormány nem tud arról, hogy 2009-ben készült egy ilyen oltási terv, vagy más szempont van, ami miatt ezt nem vették elő, vagy nem beszélnek arról, hogy ez már elkészült 12 éve? Hát azt én sem gondolom, hogy ne tudtak volna róla, már csak azért is, mert egyébként Ócsai Lajos dolgozott a Fidesz kormány alatt is. Tehát pont például, azért látszott, hogy az miért ott az elején, amíg szét nem verték az ANTS-t, voltak szakemberek az ANTS-nél. Aztán ugye úgy döntött Orbán Viktor, hogy nem hagyja, hogy független állami tiszti főorvosi szolgálat maradjon, hiszen akkor kiderült volna, akkor mondjuk a tiszti főorvosnak az lett volna dolga, hogy bezárjon kórházi osztályokat, mert annyira rossz állapotban voltak, vagy volt már akkor az egészségügy, ezt nyilván Orbán Viktor nem hagyhatta, azt gondolta, hogy jó, akkor itt vége ennek a függetlenkedésnek, vége a független szakértősdinek, szépen berendeljük a kormány alá, és politikai alapon fog működni. Én azt gondolom, hogy miután meghozta Orbán Viktor ezt a döntést, ott onnantól van teljes káosz, tehát valószínűleg látták ezt az oltási terved, de nem maradt ott igazából szakember. Tehát ebbe egy picit vitatkozni, most már nyúnyókák vannak ott, vagy nyúnyókázós emberek, akik, hát ez finoman szóval sem mondhatók szakembernek. Hát, ha nem a kormány mondta volna azt, hogy a járvány elleni védekezést soha nem lehet felhasználni politikai célra, akkor lehet, hogy még lenne tippem, hogy miért maradt fiókba ez a terv, de hiszek nekik. Említette, hogy a vendéglátósok helyzetével is foglalkoztak a bizottságban. Egy adat volt, ami nyilvánosságra került, és mondjuk az nekem nagyon mélyre ment, hogy gyakorlatilag 3 vendéglátóból 2 már bezárt mára. Igen, pontosan. Tehát ez is egy olyan döbbenetes adat, ami ott derült ki számunkra is, hogy 120 ezer, és ez országos szám, 120 ezer vendéglátóhelyből 40 ezer működik még. Ez nem azt jelenti, hogy 40 ezer van nyitva most éppen, és mondjuk házhoz szállít, hanem 40 ezer van talpon. Igen. Tehát amikor azt mondja, és például Várhegyi Éva közgazdász ebben segített, hogy amikor azt mondja a kormány, hogy ők igenis átcsoportosítottak összegeket a bérkompenzációra, meg a kis és középvállalkozáson, és akkor megnéztük a számokat, hogy itt szó sincs. Arról. Az úgynevezett laboratórium Ausztria, ahol tényleg 80-90%-os kompenzációt kaptak, a munkavállalók is, és a vállalkozások is, Magyarországon egy része kapott 50%-osat, de azt is csak egy ideig,
És pont erről is beszélt Csörgés Mátyás, hogy milyen iszonyatosan nehéz folyamodni ezért a támogatásért, hogy hitelt nem tudnak felvenni, mert teljesen ellehetetlenítik a hitelfeltételeket. Tehát marad az, hogy a saját lakásukat teszik föl például hitelre, és vállalják a teljes egzisztenciális kockázatot azért, hogy talpon maradhassanak. Itt azért emberi és családi tragédiák sora van és lesz még az ország. Kicsit beszélt már a jövőről, tehát hogy pénteken meghallgatják a főpolgármestert, mi lesz ennek az egész történetnek a vége? Tehát készül egy záró dokumentum, egy jelentés? Az is mikor, a járvány végén, vagy majd utána? Hogy tervezik? Én azt gondolom, hogy egy záró jelentés biztos, hogy fog készülni, még néhány ülést fog tartani ez a vizsgálóbizottság. Közben jönnek be a független szakértői vélemények írásba, és nyilván egy azért nagyon sok információ rendelkezésre áll írásban. Nem fogunk tudni mindenkit meghallgatni minden szektorban. Mire lesz egy jelentés? Jó ez az egész, tessék mondani. Tehát ott lesz egy jelentés, bocsánat, lehet, hogy rossz a példa, de hát egy kicsit olyan, mint egy bírósági tárgyalás, ahol a tanúk elmennek, elmegy a, nem tudom én, az ügyészség, de a vádlott nincs ott. Tehát, hogy tulajdonképpen a kormányt vádolják, a hibás kormányzati politikát, az elmaradt cselekvéseket, de hát a kormány nincs jelen a tárgyaláson. A tárgyalás az 2022 áprilisában lesz, amikor is a választók fognak véleményt mondani erről a jelentésről, és véleményt mondani a kormány munkájáról. Azok a választók, akik elvesztették a szeretteiket a kórházi ágyak kiürítése miatt, és amiatt, mert elmaradnak olyan műtétek, mondjuk volt daganatos betegeknek a rehabilitációja, ami életmentő lett volna az ő esetükben. Ítéletet mondanak azok a választók, akik csődbe mentek, és a gyerekeknek nincs a hó végén vacsora az asztalon. És ítéletet mondanak azok az ápolók, akiknek most a friss felmérés szerint, amit Sós Adrián elmondott, az 50%-a el akar menni az egészségügyben. Most az 50%-a. Úgyhogy 30% hiányzik. És mindenki, aki érintett az egészségügyben és a gazdasági segítségben, az fog ítéletet mondani 22-ben. Szabó Tímia, köszönöm szépen a beszélgetést. Komáromi Zoltán háziorvos már elkezdett oltani a kínai vakcinával. A reklámszünet után ő is érkezik majd hozzánk, és a tapasztalatairól fogom kérdezni. Maradjanak!